olyan furcsa érzés ez egy lánynak. Felemelő, de egy picit nyugtalanító is. De én tudom, hogy megbízhatok magában. Én tudom. Mikor megkaptam a Szőnyeg és Acától a felkérést, hogy jó estét nyár, jó estét szerelem, Karácsony Zsuzsa, azt jutott eszembe, hogy Nemzeti Színházban befejeződött egy előadás Arthur Miller bűnversés után, és utána ott maradtunk a büfébe, és megjött egy fiatal ember, és egyszer csak azt mondja, hogy Tordai, magának el fogják vágni a nyakát. Mondom, te jó Isten. Megkérdeztem Kálmán Gyuritól, te Gyuri, ki ez? És azt mondja, hogy most induló, nagyon tehetséges író. Itt kezdődött a találkozás. Fejes Endre nagyon érzékeny ember volt, ezért gyönyörűen írt. Hárman voltunk ott a szakmából a temetésen. Búcsúbeszédet Töröcsik Mari mondta. Ott álltunk együtt Harsányi Gabival. Azaz az örömmel és hálával a szívünkbe, hogy egy ilyen nagy embernek, ilyen nagyon tehetséges embernek nem csak a barátai lehettünk, hanem valamit, amit ő maga után hagy, a jó estét nyár, jó estét szerelmet mindig le lehet vetíteni, mert valamennyiünk pályáján egy nagyon döntő pillanat volt. Unokám egyik reggel odajön hozzám, amikor nálam aludt, és azt mondja nekem, hogy Terike, ott van a fejed fölött, ott lóg a lámpán, az olvasólámpámon, egy levelező lap. És elolvasta. Elolvasta azt az édesanyám üzenetét, amit 50 éves koromban kaptam tőle, gyönyörű, igazi pedagógus kézírással. Az, hogy az unokám kérte, hogy meséljek a nagymamáról, még a Lili mamiról. Előjött a mama emléke, előjött minden, amit tőle tanultam. Sokáig ugye más szerepkörön voltam, én azért a szexi csaj, és minden, ahogy én, az idő elmúlt velem, és jöttek az új szerepek, és eljutottam a Baradlainéhez. Azt az édesanyámnak köszönhetem, hogy másképp láttam a világot, másra figyeltem oda. Nem a pénz meg a csillogás, hanem az, hogy mi van egy emberben. És ezt megőriztem. Egész egyszerűen a gyerek viszi tovább azt, amit a felnőttektől lát. A szomszédnéninek volt egy hatalmas könyvtára. Onnan kaptam ezt a naplót, kicsit jobb állapotban volt. Eger, 956, november 16. És úgy eszembe jutott, hogy a forradalom, igen, benne van, ami borzasztóan aktuális tulajdonképpen Radnóti Miklóstól a himnusz a békéről. Nem gondoltam arra, hogy 81 éves koromra is imádkozni kell a békéért. Eric Knight, Légy hű önmagadhoz, ez az én kedvenc regényem most is. De 14 évesen is olyan mondatokat írtam ki, hogy szórakozom rajta a férfiakra, hogy a férfiak világa különleges világ. Nagyon tetszik nekem. Vagy az, hogy Németh Lászlótól az Iszonyból írtam ki, amit később megfilmesítettek. Röpülhajom, én nem leszek a szürkék hegedűse. Mondtam, 14 éves koromban ezt írtam ki. Akkor még minden előttünk áll, akkor még tele vagy tervekkel. És ezt mutatja ez a napló is. Na most annál nagyobb boldogság ilyen idős korban, hogy majdnem minden megvalósult belőle, hogy ne legyek a szürkék hegedőse, hogy valami szépet, amit tanultam a színművészeti főiskolán, azt tovább tudjam adni az embereknek, és ez a foglalkozás színessé teszi az életet, és ez gyönyörű. Ilyen kicsi dolgok akkora örömet tudnak okozni ennyi idő után is, és ez fontos.